Sziasztok! Elkezdtük csinálni a tallótárcsázásnak a második részét. Ebben Lucernát tervezünk. Ott látjátok hátul a gépet. És anya a pilóta. Terület, hanem ez a két Duna között van. Ez egy ilyen agyagos rész. A legjobb része, mondhatjuk a mi taksonynak, tehát a mi falunknak ez a legjobb része. Ez 4,5 hektár. Bekockáztatjuk a lucernát most. Tudom, hogy nem most kéne vetni, de én bekockáztatom. Vagy sikerül, vagy nem. Megvettük a magot. 30 kiló per hektárral szeretnénk vetni, aztán majd meglássuk. Vagy sikerül, vagy nem. Most apa a kamerás! Látszik is! Én fogom itt a görbebotot. Kanyarodj! Gondoltam, megtanítom azt, akkor én hazamegyek. Tavaly is tárcsáztam. Hogy dolgozzom? Na tavaly is tárcsáztam, nem tudom, hogy föltettük-e azt. Vagy lássátok a gépet. Nagyon jó munkát csinál a tárcsa, csak ugye... Most megtettük a simítót is, úgyhogy most simítót is húzunk. Most megy a tömörítőhenger is, meg a simító is, de nem lesz jó lucerna alá. Így, mert nem annyira szép egyenes, meg nem olyan, nem tetszik nekünk. Úgyhogy kapni fog egy kombinátort anyával, most beszéltük éppen, hogy megkombinátorodjuk. Ma végzünk itt lent a szigeten az összes fölnek a tárcsázásával. Van még tárcsázni valónk, de azt most egyelőre hagyjuk, mert azok még nem annyira sürgősek. Most a sürgős, én úgy gondolom ez a föld, elvetem a lucernát. Én úgy tudom, hogy jövő hónapban kellene, vagy sikerül, vagy nem. Én bekockáztatom. Igen, most 3 nap alatt leesett 53 milli eső. Igen. Úgyhogy megpróbálkozunk. Hogy kell átváltani? Kezdték. Látjátok, ebben már azért, ez nem parlagfű, ami benne van, van benne az is. Ez a fenyércirok. De ez a fenyércirok. És nem akarunk gyomírtozni. Megtárcsázzuk, bevetjük lucernával, úgyis kaszával lesz, ez ki fog pusztulni belőle. Elég nagy terület. Ebben a földben volt már lucernánk. Nagyon jó volt. Ugye 4 vagy 5 évig. Utána volt benne tavaly kukorica. Idén ugye fritikálé. És most megint lucerna lesz benne. Úgyhogy látjátok, nagy darab, már úgy ért a nagy darab, hogy lucernának nekünk ez kell, mert... Ez mennyi? 3,5 vagy 4,5? Hát megmondom, őszinte leszek, nem tudom. De majd megmérjük, mert van egy ilyen applikáció, ami nagyon megméri, és akkor a gépet úgy állítjuk be, hogy elég legyen a mag. Tehát én 25 és 30 kiló között szeretnénk valahol vetni, mert 30 környékére gondoltunk. Most ki fog kelni a mag, az biztos, mert a talajhőmérséklet az tuti megvan, és a víz is megvan benne. Tehát lehet, hogy ha várok egy hónapot a vetéssel, apa profi kamerás, egy hónapot a vetéssel, akkor késő. Nem lesz ilyen csapadékos a föld. Most lezárjuk. Lehet, hogy még este a kombinátorral lezár. Meglássuk. Egész jó operatőr lennék. De nem itt! Úgyhogy majd meglássuk, de mindenféleképpen meg akarjuk ezt ma csinálni. Nem, figyelj már, elhagytuk valahol a simítót. Szerintem... Nem, jön utána. Akkor szerintem van egy olyan verzió, hogy kimegyünk a végére, de közben nézed, hogy nem igaz. Várj egy picit, ne, menjél, mert én látom, nincs semmi probléma. Apa, a lánc van ott mögöttünk. Hagyjál. Nem bírta a lánc a kiképzést, semmi probléma nincs. Hogy ne fogja kapni a semmi gond nincs, akkor mondhatom? Igen.
Jó. Mert mint a kis csirke úgy mondja, de semmi értelme nincs. Na, a lényeg az, hogy kiérünk a végére, és ott leakasztjuk akkor, jó? Na. Jó, rendben. És akkor megyünk tovább, jó? Igen, és valahol, jó. Valahol majd összeszedjük a hely, azért a simítóra. Így kell utána, ha nem vetted volna észre. Élek meg a rutin. Tényleg. Egy csíkot húzunk vele. Hát, már nekem volt ilyen, hogy az egyik fele elmaradt. Igen. Igen. Mert a lánc is már... Nem, ez megázott ez a talaj, és húzni kell magunk után az egész bogjá a földet, úgyhogy nem akarom. Itt meg is állsz kanyarba, állj meg szerintem. Jó. Szuper, anya leállítja ezt, hogy amit akarsz, azt csinálsz, megfogod a nem. Dolgot. Leállítom addig a gépet, jó? Leállítsd le. Ne állítsam le. Leállíthatom, mondjuk. Ja. Na, akkor megnézzük, mit csináltam a simítóval. Anya, széttépte a simítót. Széttépte, basz mondja apa. Ne fájj ki, mert nagyon hideg van. Hát gyerekek, én fázom most, mert ugye az előbb nemrég tettük fel a simítót, tehát nem mentünk vele sok kört, ugye? Ugye elszakadt a lánc. És fúj a szél, olyan 20-23 fok között van, és én mondtam, hogy ugye, egyenesebb legyen. Rövid nadrág minden, és én fáztam, hogy lehet, hogy jobban jártam volna hosszú nadrágba jönni. Na mindegy. Majd ha megyünk, fölrakjuk, hát nem fogom ezt tenni. Ha jó, de valahogy odébb kéne ezt húzunk most, nem? Miért, rá akarsz menni? Hát nem szeretem, nem, beljebb. Hát kikerülöd? Ja. Aha. Jó? Hát jó. Hát az a simító van 100-120 kg, nem fogom neked itt pocipelni. Mehetünk. Jó, mehetünk. Akkor ezt most nem is teszem a ládába, elég lábhoz betenni ezt a csavart, nem? Persze. Mondjuk elindulni nem fogsz te tudni. De el fogok tudni. El fogsz tudni indulni? El, képzeld el. Na, lássuk. Na, annyira hülye az én nem vagyok. Nem mondtam ilyet. Na. Én fogok. Nézd, te vagy a kamerás most. Ma indulunk már. Nem is, igaz, hogy be sincs indítva. Na. Meghagyom ki az útra, mert jön az autó. Jó. Jó, egyesbe visszateszed, nem a váltót. Miért nekem el ezt? Hát egy nagyobb, nem kell? Nem. De minek raktad P-be a váltót? Hát mert én biztos, ami biztos. Na, hogy nekem elgondoljon. Várjuk, hogy elmegy az autó és anya elindul. Harmadik nekifutásra szerintem simán menni fog. Na figyeljetek! Kuplung Eszterga. Hé, és elsőre sikerült. Na, igen. Na. Akkor kettes, hármas, adjad neki. Most itt de jó, kéne menni a szélén, nem? Nem baj, most jó. Itt megyünk, jó? Nekem mindegy, hol mész. Úgyis, hogy úgy megyünk rá. Úgyis a szélét meg kell jobban csinálni. Jó, akkor húzz egy kijebb egy kicsit, hogy rá tudja fordulni, jó? Úgy tudok okoskodni. Úgy tudom a fejét. Várjál, nem jó a kamera. Nem okoskodni, csak a gépre arra allergiás vagyok, ha csúsztassák a kuplungot. Jó van. Meg ha rajta megy a kerék a tárcsázáson, akkor 3 óra hosszával tovább tart egy hektár. De egyébként jól csinálja. Na, szóval ez a tervünk, hogy ezt megcsináljuk. És most lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy hú, ilyen vagyok, olyan vagyok, hogy most bevállalom a lucernát. Hát én most bevállalom a lucernát. Ha nem sikerül, akkor elvetjük még egyszer, de én már vetettem így. Tudjátok, biztos szereti a pénzt kidobálni az ablakon. Mert nem egy olcsó mulatság most már a lucerna mag sem. Hát őszinte leszek, ennek kilója 3000 forint volt, mert ez egy speckó mag, de majd meg fogom mutatni. Növekedés gyorsítóval van becsávázva a mag. Egy része. Hogy egy mind része? Az összes olyan? Igen? Hát ilyen sárga. Na mindegy, szaga. Én úgy tudom, hogy ez nem az. Hát na mindegy, a lényeg az, hogy meglátjátok, meg fogom mutatni, mikor vessük, hogy milyen zsákban van, és hogy milyen a mag. Fémzárolt magról beszélünk. Bízunk benne, hogy elég lesz, mert van 100 pár kiló. Hát, meglássuk. Én abban bízok, hogy ez
elég leszel, de meg kell mérnünk a területet. Közben szóltam már az embernek, akitől vettem, aki annál a cégnél dolgozik, hogy lehet, hogy még kell. Mondta, hogy majd akkor tud még hozni, hogyha kell. Mert ezt a magot nem most vettem, hanem tavaly. Csak tavaly olyan szárazság volt, hogy mondtam, hogy nem biztos, hogy mertük, lett elvetni. Nem mertük elvetni. Hát most se sokkal különb az időjárás, mint tavaly, de most ez az 50-valány milli itt, ahol most ezt tárcsázzuk, ez itt tartós lesz. Tehát ez nem lesz olyan, hogy most jön 30 fok és egy hét múlva nem lesz belőle semmi. Ez tartja. Igen, ez tartja a vizet. Ez a terület. Hát ez a Duna mellett van. Itt akkor is van lucerna, meg kukorica, amikor nem esik az eső annyi. Csí, anya nyomjám! Tényleg ez az ülés elég jó. Tényleg kemény? Hát kemény. Most gondold el. Ez olyan uniós ülés. Gondold el, nekem ott kell ülni. Ez sokkal kényelmesebb. Most kiment a biztosíték az ülésnek, úgyhogy most nem tudtam fölfújni. Még meg kell nézni, hogy melyik biztosíték ment ki. Hát de most nem foglalkozni. És azt mondja, most hogy fogok dolgozni? Most nem fogok ülni a földön. Hát akkor mit mondjak? Igen, mert most lejjebb van az ülés. Nekem ezek több kényelmes. Mert ugye nincs a leveg, légrugó, légrugós az ülés, nincs felfújva most. De hát nem baj. Megcsináljuk így is. Mutatom néha, hogy a tárcsát, nem tudom, látjátok-e. Lehet, hogy unalmas lesz ez a videó, de... De azért nem lesz unalmas, mert most apa veszi föl, és össze-vissza áll a kameraért nézem. Tehát hol ezt veszi, hol ezt veszi? Hát én inkább a kormányt tekergetném, de megcsinálom ezt is. Anyám, hol a tárcsó? Vagy mi az Isten? Mennyi? Hát még látod a nyomát a csomó. Én mondtam neki, hogy szerintem lehet nem fogja bírni a lánc, pedig nem egy rossz lánc volt, de úgy látszik, hogy ez gyenge. Nem, ugye megrakódik földdel, és ugye megvan a súlya, és Nem baj. Nem lesz semmi baj, amennyi nyugodtan. Jó, csak nem tudom, hol van. Jó, ott van, nem akarom ráhúzni a tárcsát. Ne is. Ő egyszer. Csak ő most már úgy kanyarodjál, hogy én is meg tudjak ülni, mert... Anya az nem veszi a gázolra a lábát a kanyarba, hanem ugyanúgy megy. Azt hiszem, hogy Hungaroringen van. Hogy vágatom meg a földet? Hát így? Nézzétek! Olyan, mint az öcsi, az is csak a gázt ismeri. Ha beül, akkor mindig nézi a kipufogót, hogy milyen hangja van, meg hogy füstöl a gép. És akkor mosolyog a gyerek, hogy apa, látod? No, látom, csak... Most ment ki egy liter gázol a füst, kipufogom fölöslegesen. Jó, hát ilyennek is lenni kell. Amúgy, megmondom őszintén, én nekem van kedvem nagyon csinálni ezt. Azért csinálom. Csak apa, ugye ahogy én mindig beleszólok, hogyha főzünk, hogy ugye ahhoz úgymond én jobban értek. Főzésed? Igen. Ő is beleszól ebbe, mert ugye ő ehhez ért jobban, és nem szeretem, mert nagyon okoskodik. Miben? Miért? Azért, hogy most hogy kanyarod, hogy nem kell csinálni az eszközzel semmit, az csinál mindent. Mondjuk mondtam, hogy 1500-ös fordulaton megyünk, de már majdnem 1700-tel megyünk, de... Nem, azt mondod, 1500-ra rá van tűzve a tű. Ennyi. Nem az... mondtad. Oké. Okay. 1500-600. Jó. 1500-600-as fordulat. 10-11 km per óra. 10,4-jel megyünk. Hát az 10 és 11 között van, igen. Ha így haladunk, akkor egész jól megy. Nem nagyon tudott följönni benne a gaz még, mert és tudjátok, mi az érdekes? Nem tudom, hogy miért. Máskor, ilyenkor már, pedig volt nálunk azért, nem azt mondom, hogy sok eső eddig. De volt már, amikor ilyenkor láttuk, hogy a kombányok után ki van kelve az elszórt szem.
most vagy sikerült annyira jól beállítanunk, hogy egyáltalán nem, de nincs. Tehát mindjárt kapcsolom. Hű, anya tójám a csikónak. Nézzétek meg! Tehát nincs. Ez amit láttok, ez gaz inkább. Tehát nem kelés, nincs kelés. De semmi, egy szál kelés nem látok a földön. És azért itt elég komoly gabona volt. Most nem azt mondom, hogy 8 tonnás gabona volt, de a mi körülményünkhöz képest, tehát a mi adottságainkhoz képest jó gabona volt itt. Új, bevágtad ezt az ajtót, hát nem igaz, nem lehet a második között. Na, ezt mondtam én az előbb, neki most visszakaptam. Na mindegy. Itt a banán. Kapcsolom. Hú, nagyon értek hozzá. Csak ne ugrálna ennyire a gép. Na, gyere egy picit elrébb, mert hónap után is ezt a darabot fogjuk csinálni. Nem szeretnél velem lenni? De igen, csak nem ezen a földön. Ja. Na szóval... Nem is tartottuk. Nincs kelés, tehát... Pedig volt, annyi eső azért volt, hogy kikelne a mag a földön, de viszont ilyen 1-2-3 millikről beszélek csak. Most azért leesett olyan 53-54 milliméter. 53 milli, most nagyon jól megáztatta a földet. 16, 32, meg 5. Na. És most is el van borulva. Mondjuk jó, a kamera nem adja vissza, de egész jó el van borulva. Nem mond esőt a hétre hozzánk, állítólag nem lesz eső. De bízok benne, hogy meg tudjuk csinálni szépen a lucerna alá talajt, hogy normálisan tudjunk kaszálni és nem csodrozni. Azt bemutatom, mert nekem tetszik, ahogy húzza anya a tárcsát. Igen, szerintem én be is borítottam a tárcsát, a izédet földet. Majd megtaláljuk azt. Kanyarodja, ne menj annyira teljesen ki, kanyarodja ide a szélére be, csak utána már végén már onnan tudsz rá kanyarodni, nem lesz ilyen kihagyás, tudod? Úgyhogy egész nagy területek vannak. Jó, hát nálunk nincsenek ilyen 10-20 hektáros darabok. Itt, ha már 3 hektár egybe van, akkor ott már összeteheted a kezedet. Az már egész jónak számít. Amúgy ilyen 8-10 hektár, fél hektár, 1 hektár. Nagyon fel van nadrágszín parcellázva az egész. Mert ahol mi araktunk, hogy ilyen 11 hektár, meg... A legnagyobb tábla, ami egybe volt, hektár. Az 22 hektár volt. Hát itt nálunk olyan így. Tehát nem kell rába steigert venni, mert nem tudunk vele mozgolódni. Elég jó, szerintem nem lehet följebb valamit, nem jól csinálsz. Nem. Igen? Nyomjál még egyszer rá? A 20-on, aki teszem, az nem jó. Jó, most jó, hagyd így. Belátom, hogy több izé van fönt. Megyünk haza, aztán meglássuk, hogy felakasztjuk még lehet a kombinátor, de azt a kombinátoros videót is be fogjuk ide rakni. Egy Lemken Korán 420-as kombinátorunk van, csukható, nem egy mai darab, de nekünk amire kell megfelel. Lehet, hogy láttátok már videóban, egy régebbi videómban van vele, van róla a videó. Egy Ferguson 1134-essel húzom. Én most ott a szélén megyek, az baj? Mehetsz. Csak itt egyenesen húz ki, hogy ne legyen utána. Úgy is a szélén menjél, akkor szépen kis hívba fordulj, de nagyon nagy. Az a baj, hogy te a... Tehát ő amikor traktorozik, ezt már megfigyeltem. Fogj és alá tekeri a kormány teljesen. Nem igaz, most de. Tekertem alá. Alá tekertem. Otthon, ha be akarsz valahova tolatni, nem ismeri a traktor, csak a 90 fokra be van tekerve a kormány. Tehát nem tesz semminek jót az, hogy tekergeted ennyit a kormány. Jó, lehet, azért van, tudom. De én nem, én vigyázok rá, hogy én csak annyit te... Hát és hülyén hangzik ez, mert azt mondjátok, hú, milyen spór ez a csávó. Nem, hanem tőlem, aki jobban vigyáz a traktorra, az nagyon ritka ember.
Tehát én nagyon, én nem forgatom szét a motort. Van, aki kiforgassa a csutkára. Jó, hát ő kétszer tankol, én meg egyszer. Én az üzemanyagra is figyelek, de a munkát is, munkaminőség is jó legyen. És amikor, pedig én azt mondtam, nem így azok a traktorjaidra, mert amikor már bál a Hondás volt, ugye hordtam ezzel a nagy traktorral a bálát, mert így mutatott, hogy mikor mész már, vagy mikor élsz már oda. Hát azt... igen, amikor a pótkocsit húzza, és várom, hogy jöjjön oda, amikor rakjam rá a bálát, és mondjuk tyúklépésben jön, mondjuk még 200 méterről, akkor gondoltam, nekiállok újságot olvasni, mire odaér. Vagy fölmegyek a netre, a telefonom netre, a Facebookra, azt végignézem azt a napot, mert mondom, hogy soha nem fog ide érni. De amikor meg menni kéne, akkor meg, amikor nem kéne menni, akkor gyorsan megy. Amikor meg gyorsan kéne menni, akkor meg lassan megy. Úgyhogy vannak ilyenek, hogy akkor mutatom neki, hogy gyerünk, és mutass, hogy mi van. Elmondom, másfél óra nekem egy kilométer, míg elvész a traktorra. Egész jó lesz, nekem tetszik. Hát én csinálom. Nem te csinálod, hanem a traktor. Ott már megcsináltunk egy... Ott, az is a miénk, az egy nem nagy darab, látjátok, az is meg van tárcsázva. Szóval ilyen kis darabokon küszködünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, de én megoldjuk. Én egyenesen. Jó, egyenesen, és akkor szélén mész. De megoldjuk, megcsinálunk minden szép, lassan, nyugodtan. Látjátok, most tekertem el azt a szegény kormányt. Nem. Én szerintem a simítot nem is fogom föltenni rá, hanem itt hagyok. De hát nem. Milyen? Nem fog elveszni. Ide jövök. Na, sem fogjuk tudni, hol van. Én tudom. Jó. Jövök kombinátor, az lejössze terrautóval, azt felrakom platóra. Na, milyen nap van? Hétfő? Szerintem igen. Vajon, hol járunk mindjárt? Mert holnap mennem kell Tamásnak a jaszfoltba, most jut eszembe. Na, szóval... igen. De mi lenne, én kiszállnám? Na, mennyi? De nehogy úgy, mint az izé, nehogy betöltjé. Vigyed a telefont, és izé, kamerázzál végig. Anya, nem hoztam most el a szélvédőre felfogadható tartót. Most itt kell tartsam. De ugye nem abban valahogy tartani kell, hanem mozog a gép, és úgy mozgok én is. Azért így ugrál a kép. De be van állítva a stabilitás. Úgyhogy ezt nem fogja elni. Stabilitás. Milyen stabilitás van beállítva? Fénylik. Felügyelem, hogy a gépet hogy kezeled. Jó, jó. Is van egy RS John Deere. Szomszéd gazda, kint van kertészkedni. Dolgoznak. A feleségével ők kertészkednek. Valamit, nem tudom mit. Répa, krumpli, cékla. Igen, valami zöldárúval foglalkoznak. Valamiből meg kell élni mindenkinek. Tavaly kezdtek el ezzel próbálkozni. Na, tessék, nézd meg! Itt milyen szép egyenes! Hú, megmutatom, milyen egyenes! Nézzél, egyenes! Látjátok? Jaj, gonoszkodjál még! Van ám ilyenünk is. Anya felragasztotta, hogy lássam, amikor nincs velem. Na, mondjuk olyan nincsen. Állandóan mindig itt van velem. Jó, de én nem bánom. De jó lenne megint ilyen soványnak lenni. Jaj, Istenem! A
akkor biztos nem ülnék. 17 és fél évesen készült ez a kép, szallagavatói kép. Oh. Jó van már, na! Van, én is teszek föl magamról képet. Mind a kettő traktorba beragasztotta, hogy lássam, ha nem vagyok vele, hogy oda van írva, hogy utállam. Úgy se látszik. Azon oda ír, hogy szeretlek. Igen. Én szerintem még a filának még egyszer nem mondtam, hogy utállak. Nem meri. Nem meri mondani. Mert akkor itt hagyom, azt gyalogolni kell neki haza. Akkor gyalogolunk. Ilyenkor vedd már a gázzal lábot, hát... Nincs is a gázzal... Kifejelem a szélvédőt, Ani. Szívem, kézigázzal játszom. Kézigázzal játszom? Kézigázzal játszom, igen. Én nem tudok, mert akkor aztán a hallanát, hogy mély, igen, már a gázom a lábon. Ja, azt hittem, hogy én csak kézigázzal tudok dolgozni, nem fogja. Én is szeretem a kézigázt. Akkor átteszem arra a fordulatra, amire akarok dolgozni. Ennyi, és nem kell rajta a lábam. Na, majd bejelentkezünk kicsit később. Kész leszünk, meg amikor kombinátorozunk, jó? Anyának... A kockát nyom meg, jó? A kockát! Ez a sziasztok! Nem, az a két vonal! A majd, kocka! Majd, sziasztok! Hogy jövünk! Na, itt vagy a kujból. Kiszálltam, mert nem akartam bekapcsolni a traktorba a klímát. Elég jó idő van most. Igaz, borult, de jó idő van. Anyát... Traktorra hagyd dolgozzon. Ott nyomja a csikónak. Nagyon szereti tekergetni a nyakát. Nem, vigyázz rá ő is. De a hangját, azt imádom. Mindjárt fogjátok hallani. Nagyon szeretem ezt a traktort, mert tényleg olyan hálás, igénytelen. Kicsit fúj a szél, lehet nem halljátok, amit mondok. De hallgassátok a gép hangját, imádom. Szerintem jó lesz. Ennek még adunk egy-két soron kombinátort, és én ebbe belevetem a lucernát. Nem nagy tárcsát húz a traktor, egy 3 méteres erti V-tárcsa, de komoly súlya van neki, tehát szárazságban is egész jó belemegy a földbe, de most tárcsáztunk valamely nap úgy egy földet, hogy hú, nem tudom, szóval milyen homokosnak gondolom azt, de 25 más ez a tárcsa, és nem akart belemenni. Tehát brutálisan kemények voltak a földek. Most ugye kaptuk ezt az 50 pár milli esőt, most azért csak jobb lett egy picit. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most én ezt a lucernát elvetem, mert ha megnézitek, mindjárt megmutatom. Látjátok? Ez ilyen agyagos. Összegyúrom és össze, egybe marad, látod? Tehát nem homokföld. Látjátok?
Hát ez a olyan nem is tudom, ilyen agyagos, ilyen jó morzsásra meg fogjuk csinálni. Igazából most kezd benne jönni a parlagfű, egy olyan nagyon brutális sok parlagfű van. A másik felén, ahol most jön anya a traktorral, ott ez a fenyértirok van benne. Ezt már próbáltuk kiírteni, de nem akarunk gyomírtózni. Most talán a lucernával, hogy kaszálni fogjuk, szerintem most ki fog pusztulni. Most egy 5 évet tervezzük itt a lucernát, és utána újból. Itt nem marad meg tovább a lucerna, 5-6 évnél nem marad tovább meg, mert szerintem nem tudom, erős neki, vagy nem tudom, milyen neki ez a föld. Általában 5 évig, de akkor stabil 5 év. Utána már kezd azért egyre ritkább lenni. Húzza azt a tárcsát, ez a 125 lovas traktor. Nagyon szeretem. Nem is kell nekem nagyobb traktor ettől. Arra, mire mit csinálunk területet magunknak. És ugye nem sokat van használva nálunk ez a traktor, mert így a munkálatoknál tavasszal meg ősszel. Jó, most befogtuk tárcsázni, most nyár van, nyár közep, augusztus. Nem akarok hazudni, hogy anyagka van. De megmondom mindjárt, mert itt a telefon. Augusztus 7-e hétfő van, 12:30 délután. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy esett ez az eső. Olyan szépen meg lehet majd most csinálni a területet. Én még nem vagyok benne biztos, hogy este 6 óra után nem jövök ki a kombinátorra lehúzni, mert én ezt holnap el akarom vetni. Hát ez a tervem. Aztán, hogy fog megvalósulni, azt nem tudom. Látjátok, itt van az a törek rész, amit a kombány hagyott, és nincs kikelve belőle. Teljesen üresek a kalászok, nincs mag a földön. Tehát ez a Medion 3.10-es nagyon szépen maradott. Én nagyon meg vagyok elégedve. Tudom, hogy mindenki a saját lovát dicséri, de tényleg. Tehát szerintem nekem ez a gép jó lesz egy pár évig. Több is jó volt, de ez most nagyon tetszik. Jön anya a második kör. Kicsit közelebbről fogom nektek mutatni. És a hangja fenomenális. A 6 hengeres, 6-8-as motor van benne. Már kérték tőlem ezt a traktort, hogy adjam el, de hát nem túl rég van nálam, én nem akarom eladni. Már azért sem, mert nagyon sokáig keresgéltem, hogy találjak egy ilyet. Hát mondhatni, hogy 2-3 évig böngésztem a netet, itthon is, külföldön is, és képzeljétek el, hogy nem hirdetésre találtam ezt a traktort, nem úgy hirdetés, hogy meghirdették, hanem én adtam fel egy hirdetés, hogy egy ilyen típusú gépet keresek, tehát 80-tól 130 lóerő közötti John Deere traktort keresek. Nem a legújabbat, nem a legrégebbit, ez a közepes, mert ugye van a kockalámpás, az a 7810 környéki, meg vannak azok, hogy az R-esek, az újabbak, és én ez a 6000 szériát céloztam. És akkor felhívott egy emberke, hogy neki lenne egy ilyen, de nem az övé volt a traktor, hogy már fúj a szél, nem tudom, hogy halljátok, amit mondok, de nem az övé volt a traktor, hanem ő üzleti szempontból most vagy beszámolta, vagy megvette, teljesen mindegy, és ő eladta ezt a traktort, gondolom keresett rajta, de lényegtelen, mert nem is érdekel, és akkor én megvettem tőle, de tudom azt is, hogy kié volt, hova valósi a traktor, igaz, hogy 250 km-re, nem ide, tehát hozzám 250 km-re lakik az emberke, de nem bántam meg, hogy megvettem, mert zsírúj gumik vannak rajta, 5260 vagy 360 üzemórával vettem, most 5500-600, valahogy így van benne. Lecseréltem benne a váltóba, a diffibe, ugye egy helyen van az olaj, a váltó diffi egyben van,
és meg a motorba is. Lecseréltem az összes szűrőt. Tehát kapott egy nagy szerviszt, magyarul mondva szűrő és olaj értelemben egy nagy szerviszt. És amikor megvettem, ez most már második éve lesz most ősszel, és azóta csak dolgozunk vele. Ma reggelre igaz, hogy valószínűleg biztos, hogy kiment, nem fújta föl a levegősülést, de nem akartam vele foglalkozni. Majd a lesz időm, megnézem. De azon kívül nekem télen mínusz 10 fokba is ugyanúgy indul, mert volt, amikor már ide-oda el kellett mennem teherautót kihúzni. Nem szívesen, mert ugye én ezt lemosom ősszel, amikor vége van a munkáknak, le van zsírozva, föl van tankolva tele, és beállunk fel a garázsba. Tehát ez most is garázsba áll. Nem áll a 38 fokos napon kint. Látszik is a festésen, hogy ez egy gyári festés, és olyan fényes, mint a Salamon töke. Tehát én azt mondom, hogy vigyázzunk a gépre, nem azért, mert hogy ha el akarom adni, hogy én többet kapjak érte, hanem meghálálja a gép. Tehát nálam a hátuljában is eredeti John Deere Highguard olaj van beletéve, és a motorjában is John Deere olaj van. Tudom, akkor nagyon drága fáj megvenni, de higgyétek el, jó, akinek van John Deere, azt tudja, de aki nem dolgozott még ilyennel, vagy akar venni ilyen traktort, meghálálja az, hogy eredeti olaj legyen benne. Én úgy gondolom, soktól hallottam már. Ja, és a szűrők is minden John Deere. Tehát nálam nincs az, hogy manfilter, meg nem mondom, hogy nem raknám rá, de megrendeltem hozzá a szettet. Akkor is nem volt olcsó, de mindenből John Deere van rajta. De nincs is vele gond, tehát csak dolgozunk vele. Látjátok, hogy ennél az ekén, ennél a tárcsánál egy deka füstje nincs. Pedig föl van emelve a kerék, amíg lemegy a tárcsa. Hátul a rögtörőknél hallani ezt a kis nyikorgást. Pedig le van zsírozva rajta minden, nem tudom, majd ha jelentkezik, akkor megnézem, de így nem tudom eldönteni, honnan jön ez a pici nyikorgás. Hadd nyikorogjon. De látjátok a különbséget, milyen munkát csináltát. Én szeretem a Healthy által gyártott dolgokat, van ekém is Healthybe, meg van ez a Healthy tárcsa, én meg vagyok vele elégedve. Volt Lemken ekém is. Őszinte leszek, egyetlen egy bajom volt a Lemkenekével, ezután a traktor után volt egy négyfejes Juvel 7-es, hogy húzni nagyon jó volt, tehát nem volt nehéz húzni borozdába, viszont súlyra nagyon nehéz volt a Lemkeneke. Igaz, hogy vontatott volt, de ugye a vontatott kereket azt kellett átrakni, amikor dolgoztunk a mélységállító kerék. Én félig függesztettként húztam ki a földre, és akkor úgy raktam át a kereket. De brutális súlya volt a föld végén forgatni. Nem is dolgoztunk vele, csak egy mit. Amikor én megvettem azt az ekét, ezzel a traktorral együtt ilyen 30 hektár körül szánthatott. Zsírúj volt szinte az eke. 2017-es volt az eke, de súlyba brutális. Tehát nem tudom, szerintem két és fél tonna körül lehetett. Nem tudom, nem emlékszem rá. Szerintem nem volt rajta a tábláján, hogy hány mázsa. De érezhető volt a gépen, amikor átfordítottad. Próbáltam én lassan is fordítani. Ezekét nem, nyúzta a gépet. Tehát én nem. Lecseréltem egy ágyekére. Tudom, a sokkal jobb a átforgatósa, mert nincs borosz, egy oldalra dolgozunk, vagy dolgoztok. Nagyon jó vele dolgozni, tényleg nincs borozda, csak egyszer egy helyen, amikor végzel, akkor van borozda. Abban a szempontból szuper, világbajnok a átforgatóseke. De most is látjátok, nem biztos, hogy fogunk szántani. Lehet, hogy fogunk, nem tudom még, de most Lucernánál nem szántunk. Nagyon keveset van használva az eke nálam, tehát nálam egy ilyen eke fölöslegesen lenne, ami még nyúzza is a traktort, úgyhogy eladtam, és egy nagyobb John Deere-os gazda vette meg, aki eljött, megnézte és meg is vette, mert ő neki erre fájt, ilyenre fájt a szíve. És meg van vele elégedve az ekével. Nem mondom, hogy nem vennék vádfogatós ekét, de könnyebbet. Tehát
azért a két és fél tonnát forgatni ott hátul, jó, elbírja a gép, tehát papírja, és azt írja, hogy tudja ez a traktor a két és fél tonnát hátul simán, de én úgy döntöttem, hogy én nem akarom kinyitni. Tehát felesleges. Hát lehet, hogy unalmas lesz nektek ez a videó. Én nagyon szívesen itt állok, mert én nekem jól süti a hátamat a nap. Jó idő van, fúj a szél, az igaz. Viszont fiúk, lányok, esett az eső. Tehát ennél nagyobb boldogság egy gazdának nincs, amikor megázik a földje. És tud dolgozni, mert hogyha ez az eső nem esett volna, akkor ez a tárcsa ezen a földön szikrázna. Szó szerint. Tehát brutális lenne, brutális. Anya meg csak forog, de szereti nagyon a traktort, az vakodószor is szokott dolgozni. Meg a fiú is ugyanígy megy, meg a lány is bele szokott ülni. Csak a lány az nem szeret kamera előtt lenni, hogy ott lássák, mert ő nem szereti. A fiú az el van, a lány az nem annyira szereti a kamerát, a fiú az elszereplő gyerek lesz. És van rajta fronthidraulika is. Frontsúly, fronthidraulika. Van hozzá egy frontsúly is. Azt hiszem egy tonna. De nem raktam most fel, mert amikor én ezt megvettem, azért volt szerintem rajta a frontsúly, mert hogy az eke miatt. Egyébként nem mentem el, nem, amikor ezt a traktort vettem, akkor az eke nem is volt eladó, csak én vettem meg hozzá. Jó, átdolgoztassa anya a földet vele. Látom, hogy azért a tárcsa ott van benne a földben rendesen. Úgyhogy mi nálunk így folyik, így zajlik egy nap, hogy felkelünk, kimegyek, megetetem az állatokat, vagy anya megy megetetni, de általában én szoktam menni reggel, mert ugye addig ő megcsinálja reggelit, akkor felébreszt a gyerekeket, ha otthon vannak, és akkor megreggelizünk, előtte ugye én adok az állatoknak enni, megreggelizünk, akkor ott megbeszéljük, hogy akkor mai nap teendő mi lesz, de ezt ma este azért meg szoktuk nagyjából beszélni, hogy holnap mi lesz a munka. Valamikor három napra előre betervezzük, de túlságosan előre nem jó tervezni, mert biztos, hogy nem fog sikerülni, ahogy szeretnénk. Úgyhogy most az volt a terv tegnap este, hogy ma tárcsa, az egész szigeten az összes földünket letárcsázzuk. Utána meglássuk, hogy hogy csinálja meg a tárcsa a talajt. Nem jó, akkor ugye kap egy kombinátort, vagy nem tudjuk még, hogy mivel jövünk rá, de most úgy látjuk, hogy egy kombinátor kell neki. És akkor lehet, hogy még mai nap folyamán lesz kombinátorozva, hanem akkor holnap reggel biztos. És amikor avval kész vagyunk, akkor azonnal elvetjük a lucernát. Közben anya intézi a papírmunkát, mert ugye ezt mindent be kell jelenteni, mit csinálunk a földön, hogy csináljuk, mikor, hanyadikán csináljuk. Tehát ő ezeket intézi. És akkor nagyon-nagyon szeretnénk most már a kukoricaasztal ügyben, most már rá fogok írni a horvát emberkére, hogy most akkor lesz, vagy nem lesz, mert ha nem, akkor én megmondom nektek őszintén, nem tudom ez a videó mikor fog felkerülni, ugye mondtam a dátumot, 7-e van, ha jól emlékszem, én a héten szeretnék kukoricaasztalt venni, mert én nem akarom sokáig húzni ezt a dolgot, mert át akarjuk szerelni a kombány kukoricára, mert van más dolgunk is utána. Tehát utána jön a lucerna kaszálás megint, a lucerna bálázás, amikor annak vége, ugye az egy, ha lekaszáljuk, azért egy 10 napot szoktuk hagyni, hogyha jó az időjárás, egy 7 és 10 nap körül megszárad. Volt, amikor egy hét alatt megszárad, úgyhogy lehetett bálázni. De most nem mond ilyen 30 fokokat, ilyen 24, 25, 28 fok maximum, amit ide mond hozzánk. És azokat szeretnék lekaszálni, de most nekem ez a lucerna vetés nagyon fontos, mert szeretném, hogy kikeljen ez a lucerna, én ezt az idén egyszer még le akarom kaszálni, de nem úgy akarom lekaszálni, hogy mindjárt bálázunk is, nem lesz itt annyi már. Csak ugye a gaz, meg minden, ahogy kikel, egy tiszta kaszálásra gondoltam, mert így szoktam csinálni, és akkor jövő tavasszal ebbe a földbe tiszta lucernát fogja. Mert ugyanállá én azért szeretném tavasz lucernát tavasszal vetni, mert hiába csapadékos az ég, mondjuk tavasszal. Egy az, hogy egy vagy két kaszálásom van, nekem legalábbis én így voltam eddig, egy vagy két kaszálás volt, és az első kaszálás olyan gazdas volt, hogy eladhatatlan. Úgyhogy úgy
gondoltam, hogy ezt elvetem, és akkor még egyszer lekaszállam, és tavasszal csak tiszta utcára fog kihajtani, így fogtam csinálni. Na majd meglássuk. Ember tervez, Isten végez. De eddig még bejött, hát majd biztos lesz olyan, amikor nem jön be. De hallgassuk a gép hangját, mert imádom. Elől is 4 és hátul is 4 RS John Deere lámpa van. Hát ha még láttatok, most azokhoz az emberekhez szólok, akik nem dolgoztak még ilyen lámpával, mert akinek van egy RS John Deere, azon biztos ugyanilyen lámpa van. Hát amikor én legelőször dolgoztam, amikor megvettem és kimentem vele a lucernát bárázni és felkapcsoltam, akkor kiszálltam a gépből, hogy mi van? Hát ennek olyan fénye van ennek a lámpának, hogy nem is hittem el. Tehát felszúrtam elől a 4-et, meg hátul a 4-et, és csodálkoztam, hogy atya úristen, honnan jön ez a fény, ebből a lámpából ilyen brutális fénye van neki. És hatalmas nagy távot szór be, úgyhogy nagyon jó vele éjszaka dolgozni, de nem szeretek éjszaka dolgozni, hiába van jó lámpa, mert szokott itt a környékünkön lenni egy-két gazda, aki éjjel dolgozik. Hát most ha én éjjel nem tudom megcsinálni, vagy nappal nem tudom megcsinálni azt a munkát, amit szeretnék, éjjel biztos nem fogom, mert én éjjel az ágyamba akarok aludni. Egy az, a másik, valamikor tisztelt a kivételet, valamikor tényleg éjszaka is dolgozni kell, mert ugye az időjárás nem olyan kegyes, és szorít bennünket az idő, meg aratni kell, akkor szorítsuk be, még este 11-kor dolgozunk, mint lucernázunk, rendsodrozunk, vagy bálázunk, mert menni kell reggel aratni, vagy akármi. De nem szeretek, tehát az nem én, nem szeretem az éjszakai munkát. Aki éjszaka traktorral dolgozik, annak vagy nagyon sok földje van, vagy nincs kit otthon simogatnia. Úgyhogy én inkább a otthoni simogatás mellett döntök, mert a traktort azt nappal is lehet hajtani. Úgyhogy én nem. Én a párom mellett fekszek otthon éjszaka az ágyba, nézzük a tévét, alszunk, reggel felkelünk jókedvel, mindig jókedvel kelünk fel, és nappal látjátok, ez van, amit most láttok. Ez a szabadság, szabad élet. Akkor csinálom, amikor én akarom. És ezt ne értsétek félre, nem nagy képviségben mondom. Valamikor sokkal rosszabb nekünk is, mint a főnökünk lenne. A saját magát hajtja az ember, mert szorít az időjárás, csinálni kell. Valamikor már olyan fáradtak vagyunk, hogy tényleg nagyon elegem van, és már legszívesebben eladnám az összes gépet. Ezt gondolom mondjuk hétfőn, és szerdán már azt mondom, hogy nem is gondoltam én ilyesmire. Tehát nem, ez egy mókus kerék, én ebből nem tudok. Én szeretem ezt csinálni, én ezt csinálom 15 éves korom óta. Úgyhogy azt mondja, hogy anya átvette a stafétabotot, és most traktorozik. Hagy traktorozzon. Volt már így a gyerek is, a kicsi, hogy egyedül ment, így kim voltam a földön. Ugyanekkor a darab föld volt. Körbehúztam a földet, mondom, ezen belül dolgozhat öcsi. Úgyhogy én mutattam, és akkor a gyerek ment. Tárcsázott ő is. Tudja, hogy mi az, hogy fék és kuklu. Tudja azt, hogy hol kell indítani, hol kell állítani. De közúton, egy földúton is csak akkor vezetett a gyerek, amikor ott ültem mellette. És távol a falutól, a forgalomtól. Olyan már volt. De az, hogy köves úton, vagy ilyesmit ott nem, ott csak mellettem ül a gyerek. Úgyhogy látjátok elől a 4 darab RS lámpát. Ezt így vettem, tehát nem én vettem rá. Állítólag 40 ezer forint egy ilyen lámpa, nem tudom. Ha nekem hazudtak, akkor én is hazudok nektek. És hátul is ugyanilyen 4 darab RS lámpa van. Na, leállítom, mert valaki telefonál. Na, szóval most írtak a telefonon, hogy megérkezett a földhivatalból a papír, ugye bérlek egy földet, ki lehet függesztve, le kellett vinni a földhivatalba.
és hogy rendben van minden a kifüggesztéssel, ez egy bélemény. Nem jelentkezett rá senki, most hívott a tulajdonos, hogy rendben van minden. Mert ugye amiket művelünk földet, azok bérleti szerződéssel vannak. Ugye a bérleti szerződést azt ki kell függeszteni az önkormányzatnál, itt tömén 10-12-14 napra, nem akarok nektek hazudni. Anyára bízom az ilyen dolgokat. És megérkezett a papír, hogy rendben van, helyben hagyta, tehát minden rendben van a földhivatalban. Úgy bejegyeztek, hogy földhasználó. Mert ugye a bélem, akkor csak földhasználó vagyok. Az a föld egyébként nem messze van innen. Olyan 250-300 méterre van. Arrébb az egy 0,9 hektáros darab. Próbálkozunk, tehát ne értsétek félre. Nem annyira fenékig tejföl ez a mezőgazdaság, így a videón keresztül lehet, hogy sok embernek annak tűnik, hogy jaj, de jó nekik, így meg úgy, hogy saját maguk ura, meg ez, meg az. Jó, persze, rendben, nem annyira rossz ez, de nem is annyira jó. De nem panaszkodom, tehát én ezt csinálom 90 óta, vagy 91 óta, most hagyd ne hazudjak nektek, de azt hiszem 91 óta, vagy 90, mindegy, mégis teljesen mindegy, de lényegtelen ez a dolog, mert már azért nem most volt ez, de azt hiszem 90 bejártam kezdéskel, de 90 bekezdtem, igen, 90 óta csinálom én ezt. És hát már láttam egy-két dolgot, meg tapasztaltam is, meg tanulópénzt én is megfizettem már, én is tévedtem már, én is fizettem már rá, úgyhogy vettem valamit és nem volt jó, persze, van ilyen. Meg hát megtanulja az ember a traktorszerelést, a gépkarbantartást. Mondjuk ezeknél a traktoroknál nem nagyon kellett még szerelgetni, inkább az MTZ-nél. A következő körnél fölvehet! Anya azt mondja, hogy nem kell egy fuvar. Ja, úgyhogy lehet, hogy unalmas, hogy így mutatom a videóval őt, de átváltom, hogy lássatok. Látjátok, szépen süt a nap. Annyi, hogy fúj egy picit a szél, de fázik. Viszlát azt mondja, hűvös van. Nagyon a pólunk. 20 pár fok van. Tehát szerintem meg tök jó idő van. Jó, persze fúj a szél, az egy kicsit úgy érzi, hűvösebb van, úgy érzi az ember a hidegben, de nem. Szerintem tök jó idő. Látjátok. Nagyon ott van a háttérben. Ott meg dolgozik a szomszéd gazda. Szolgálmasak dolgoznak, kertészkednek. Meg muszáj, mert hogyha nem dolgozik az ember, akkor nem is lesz semmi. Üdvözlöm a Anit és a Sanyit, akivel a hétvégén találkoztunk, nagyon jó érzés volt találkozni egy ilyen párral, akik ilyen jól fogják fel a dolgokat, és ők is szeretnék ezt a mezőgazdaságot közelebbről megismerni. Nagyon korrektek voltak. Közben nyomogatom a telefon. Üdvözlöm, jó utat kívánok neki majd, nekik majd haza, hogy vissza, ahonnan jöttek Németországból, és üdvözlöm a kis, mindjárt mondom, hogy hogy hívják a srácot, ne haragudjatok, elfelejtettem, rögtön mondom, olyan kis helyes srác Erdélyből, mindjárt mondom, Dominik Lár. Dominik Lár minden nap ír nekem, minden nap szokta vele írkálni. Neki is sok szeretettel ezt a videót küldöm, hogy lássa, hogy milyen a traktor, mert ő is szeretne traktorozni. Ő Erdélyben lakik és asztalosnak tanul. Azt írta nekem. Nagyon sokan írtok. Naponta szerintem egy olyan 100-an biztos. Hát, megpróbálok mindenkinek visszaírni, nem több-kevesebb sikerrel, mert van, amikor
hogy annyian írtok, hogy van, aki tehet kifelejtek, hogy nem tudom. Nem akaratból van, de megpróbálom pótolni mindig az írást, a választ nektek. Aztán majd beülök anya mellé. Nagyon szereti a gyomért hajtani. Már jó értelemben mondom, úgy hajtani, menni vele. Úgyhogy majd most beszállok, kíváncsi leszek, hogy megáll. Ha nem, akkor majd a következő körnél fog fölvenni. Látjátok, hogy el van borulva arra? Végig körbe el van borulva arra. Anya már kinyitott az ajtót. Anya nagyon ügyes volt, mert a lejtőnél állt meg, ahonnan könnyen el tud indulni. Hova menjél már? Na szóval. Azt a ekkora gázzal indulunk. Simán valamit csinálok. Én szerintem majd össze kell vágnod a videót, mert már nagyon sok videót csináltam. Ezt te tudod? Nem? Ez így lesz, gyerekek. Már nem úgy értem, hogy... Ugye ez nem az én telefonomon, hanem a tied. Tudom. És ez nekem furcsa. Hát ugyanaz, mint a tied. De mégsem ugyanaz. Nem tudom én ezeket a dolgokat kezelni rajta, de mindegy. Majd megoldjuk. Most legalább ne csak a tyúk legyen idegesítő, legyen a kakas is, nem? Ez jó! Kukuriku! Igen. De gyönyörű szépen kiegyenesítettem a görbe. Na! Talajt! Ezt mondja! Majd a végén meglássuk. Na, elköszönök, aztán majd jelentkezünk még. Sziasztok! Na, sziasztok! Nem
a teherautóval a simítóért, amit tegnap elhagytam. Öcsi bent ül a kocsiba, reggelizik. Hát ez nem sokáig fog tartani. Megcsinálni. Másfél óra, egy másfél óra legyen. Tegnap ott Attila mellettünk a földet megkombinátorozta, csinálta amilyen jó kis lassított videókat, majd azt is bele rakom. Igen, mert a kombinátor szét volt egy kicsit esve, ezt kellett megcsinálnom tegnap még. Meg megcsináltuk az ülést. Ja, képzeljétek el, nem is biztosíték baja volt, hanem annyira leengedett az ülés, hogy nem tudott a kompresszor elindulni. Igen. De most már jó, rugózik. Szétszedtem én mindent, biztosítékot, a motorcnál kimértem, hogy van-e áram, és kapott áramot a motor. Hát mondom, nem létezik, hogy nem megy. Mire rájöttem, hogy nagyon lent van az ülés. Úgyhogy szegény ott bibelődött vele, szerintem több mint egy órát, mire az összes biztosítékot kihúzgálta, megnézte szépen nyugodtan. Megnézegette ott az ülés alját, mi lehet a probléma. Tök jó, mert ez az ülés elforgatható teljesen körbe. Igen. Ha akar, akkor a hátsó ablak fele néz, teljesen jó. Igen. Aztán mondja azt, hogy na, én megemelem ezt az ülés kézzel, fölhúzom, anya, te nyomd a gombot. És elkezdte ugye fújni a széket, ugye az a kis kompresszor. Mondtam neki, te mondom, ezt előbb nem tudtad volna kitalálni, mert hát most fölöslegesen itt ültél bent, meg térdeltél egy órát. Hát nem tudtam én se. Azt mondja, a Fergusonnál is volt ugyanilyen. Abban is négydugos grammerülés volt. Akkor jutott eszembe, hogy fel kell emelni az ülést, nagyon lent, mert akkor nem mindig kell a kompresszor. Megint visz jó vizes még a földre, hogy kombinátorozom. Most ugye valamilyen szinten zárom is a talajt le. A kis nedvességet megőrizzük. Tegnap ugye mondtam, hogy fázok. Én olyan 20-23 fokra satszoltam. Kiderült, hogy 17 fok van nálunk. Ugye nem csoda, hogy fáztam. Tegnap este nem tudom hányra volt, 17 fok volt. Hát azért annyira nem volt még este. Mindegy, de üvös volt már. De elméletileg ma azért melegebb lesz. Ma mondanak ilyen 23 fokot. Igen? Igen. Most mi itt a traktorban megreggeliztünk,
az öcsi a kocsiba eszik. Hát de tegnap... Most hazamegyünk akkor. Elmegyünk vásárolni most már, mert... Valamit főzni is kell. Most már főzés lesz. Jó kis húsleves. Igen, azt már olyan rég ettünk, hogy... Azt kéne. A másik, meg tegnap Attila olyan éhes volt, hogy amikor hazamentünk... Tegnap a tárcsázás végére olyan éhes lettem, hogy én mondtam neki, most hazafele bemész valahova, nem érdekel engem bolt, végség bárhova, hogy én a gépben meg fogok kajálni, már meghalok éhen. Félreálltunk? Pedig kajáltam. Azt még mellénk is álltak, hogy valami probléma van? Mondom, nem, csak ebédelünk. Van, igen, éhes az a probléma. Az mosolyogtak egyet és elmentek. Egy nagyon jó taksonyi ismerős. Megálltuk valami gondba, mondom, nincs gond. Éhes vagyok és fáj a hasam. Úgyhogy ott mindjárt a Köves út mellett, egy ilyen kis utcából, hogy mentünk fölfelé. Félreálltam. Én ott megkajáltam. Addig el nem indult, amíg jó nem laktam. Megmondom ezt, hogy én Attila nem, még ilyet nem láttam. Hogy én... ő azért... Komolyan mondom, hogy 5 perc lett volna hazáig az út, hogy ő már nem bírja ki, és ő megáll, és ő meg ebédel. Tehát ilyet igen, még nem láttam. Úgy kezdődött tegnap, hogy megreggeliztem. Olyankor az ember, amikor jól lakik, akkor nem gondol arra, hogy majd nem sokáig. Arra gondoltam, hogy nem fog ilyen sokáig tartani ez a tárcsázás, de igazából olyan húha, milyen sokáig nem tartott, de nem ettem csak 2 szendvicset reggel. Közben egyik barátom itt lakik lent, aki majd ma aki meg... segített kis bálát pakolni, a Bruno. Igen. És ugye elbeszélgettünk vele, és mondtam neki, Bruno, én olyan éhes vagyok, én nekem már mennem kell. És még akkor, mikor már olyan éhes voltam, hogy már alig láttam, még volt 1,6 hektár tárcsázás. Na, ezt megcsináltuk. Elindultunk haza. Úgyhogy... Hát... Megmondom őszintén, hogy... Én már megettem volna a sóskát is, pedig úgy utálom. Egy milyen finom krumplival? Aki szereti a... Nagyapám mondta mindig azt, hogy a spenótra is meg a sóska, ez úgy néz ki, mint aki már egyszer megette is vissza. Körülbelül úgy néz ki, igaz is volt. Én nem szeretem a sóskát. Nagyon finom. De tegnap már megettem a sóskát. Azt mondja, volt ott mellettünk egy gyümölcs, hogy nincs a fenn valami rohadt alma, még azt is megenni. Én a félholt almát is megeszem, csak valami kajat. Mondom neked mi? Hát ott van. Ott vannak rajta az nem almák. Nem voltunk messze otthonról, de nem akartam felmenni a tárcsával a boltba vagy a pékségbe, mert... Hosszú. Annyi sok idióta van az úton, nekem jön valaki, örülök, hogyha oda meg haza el tudok menni. De kibírtuk a pékségig. Igen. És én ott a pékségnél megettem a nagy, amit vettem. Éppen, hogy csak meg tudtam menni, mert sokat vett. Igen, hazamentünk, és még rávágott 2 rántottus húsos szendvicset. Hát a rántottus nem mondjuk az asztalon. Ezt meg kell enni. Ez akárhogy jó vagyok lakva, és még rántottus van, én azt az asztalon nem hagyom. Az nekem a minden a rántott. Nem tudom, hogy nem tudja megugni. Azt nem. Volt egy pár haverom, hogy kérdezték, hogy mi a kedvenc kajám. Hát mondom, van sokféle. Mondjuk a brassói, a paccal. És akkor kérdezték, mi még? Hát mondom, a prézlis hús. De milyen hús? Az mindegy, csak prézli legyen rajta. Jó, mondjuk a békacombot nem eszem meg. Egy csirke, disznó, az 0-24-ben. Éjjel 2-kor felébreszteni, hogy van meleg rántott, én éjjel 1-2-kor becsukott szemmel megeszem. Igen, mondjuk látszik is, hogy van rajta a fölösleg bőve. A rántottusnak nem tudok ellenállni. Tudom, hogy vagytok vele. Van még egy, amit Erdélybe szoktuk enni. Csavapcsicsot. Nem,
Nincs. Azt is szeretem. Jó, van sok minden, amit szeretek, de a legjobb van a brassói pacal, meg a rántott hús. Petrezselymes krumplival, vagy sült krumplival, vagy mindegy. Úgy magában is megeszem a rántott hús, de azért kell hozzá valami. Úgyhogy imádom. Nem annyira pörköltes, tésztás. Mondjuk a leveseket azt szereti. Én meg a levesekért nem vagyok annyira oda. Meg amikor hússal kell állandóan enni, azt nem nagyon. A levesből a... Mi az? Tényleg majd csinálhatnak. Mindjárt mondom, bájatok. Bájgombot? Így azt is szeretem. De a hideg gyümölcs leves. Ezt imádom. Szerintem azt fogsz majd csinálni. Melegen, persze meg kell valami kipiljön, de... A hideg gyümölcsleves, pláne amikor meleg volt és aradtunk, fú, az olyan jól esett. A gyerekek is szeretik, az öcsi biztos, Dani. Hát éppen milyen gatya van rajtuk, mert hol szeretik, hol nem szeretik. Állítólag a gyerekek ma mennek horgászengedélyt váltani. Nem tudom ki ezt tett, cuki, mert integetett. Igen, a kis gyerek, nem tudom. Aki biztos lenne. Úgyhogy, ha mindig kell a gyerekeket horgászengedélyt váltani, mert az öcsi be van indulva, hogy ő horgászni akar. És most itt van a kis szomszéd gyerek, és megbeszélték, hogy kiváltják az engedélyt, és akkor lejönnek ide a Dunára lecázni. Úgyhogy el kell vinnem őket. Tegnap is voltak egy ilyen kis, hát mi Maresmi tónak hívjuk, mert most az is a neve. Az a falu közepén van, képzeljétek el, egy tó, van benne hal is, lehet horgászni. De nem fog, mert csak ilyen pici kell. De van benne nagy is. Hát én már láttam, amikor voltunk ott horgászni, hogy ugráltak fel nagyok is. Na jó, csak pont nem az ő botjukra. Most mindegy, de a gyereknek nem az a lényeg. Olyan orsó, olyan orsó, ilyen damil. Olyan damil. Kenyér, kukat, mindent vittek most ezek. Apa, ma, holnap válts ki nekem az engedélyt, vegyél nekem csontit. Megyünk a Zolikával pecázni a Dunán. Jó? Elmegyünk a horgászból, majd végeztünk, mert még úgyis mit van. És akkor ilyen nagy horgász a pászba lesz ma. Majd mondom neki, dobantani is kell gyerekek, hogy legyen hal. De fogott már egyébként az ecsi. Itt lenne a Dunán, tavaly előtt, vagy mikor? Szép pontyokat fogott, nem is egyet. Meg az egyik barátomnak a kis taván fogott többet. Mondjuk ott nehéz volt fogni, mert mindig etetve vannak. És annyira hozzá voltak szokva szerintem, hogy állandóan kajálnak, hogy nem akartak rámenni a csalira. Aztán tényleg ott ült szerencsétlen gyerek 3-4 óra hosszát, mire kifogott egy nagy halat. De kettőt is fogott akkor. Hát kettőt is, de... Azt mondta, ezt meg kell pucolni. Mondom, jó. Igen. Én is szeretek pecázni, csak nincs rá időm. Én de nem már... szeretek, mert akkor csöndbe kell lenni. Rajta, hogy ott ülsz. Kéne váltani az engedélyt, mert nekem van engedélyem, csak ugye nincs hosszabbítva vagy kiváltva. De úgy olyan szívesen leülnék, komolyan, hát tudod, az öcsivel is elmentem egy pártot. És akkor az a csend ott is, de ugye a mezőgazdaságban nagyon nehéz arra időt szakítani, hogy én most leüljek pecázni. De jó lenne. Hm. Ott megy már a kisrác. Aha, biciklivel. Nem tudom ki. Föl a faluba. Igen. Innen a szigetről egész végig föl, mégis az egy... milyen út adott? Sétáló út? Bicikli utat? Hát mi az bicikli út? Bicikli út van egész a panzióig, és a panziótól aszfaltunk megy föl egész a faluba. Hát nekem tetszik, hogy meg van csinálva. Sokan azt mondják, hogy jaj, így nem fejlődik, úgy nem fejlődik, tapsony. Jó, hát rendben van, de ez ugyanolyan, mint a mezőgazdaság, hogyha nincs bevételed, miből fejlesztesz? Hát abból nem fejleszthetsz, amit máshol keresel meg, és akkor csak teszed bele a pénzt. Most én nem akarok se a polgármestert, se a kormány, vagy nem politizálni akarok, de amiből nincs bevétel, akkor miből fejlődjön?
Jó, biztos költenek olyan helyre is pénzt, ahova nem kéne, de én nem foglalkozok az ilyesmivel. Őszinte leszek, én ilyen párton kívüli történet vagyok én. Engem nem érdekel. Engem hagyjanak békén. Majd én megoldom az én megélhetési dolgomat. Azt szoktam mondani anyának, hogy egy kicsit többet kell, ha jobban akarsz élni, kicsit többet kell dolgozni, nem? Igen. Ott, hogy az életbe hújjon. Meg nem is tudom, ki mondta az, hogy amikor még, hát lehet, hogy csak disznóink voltak, és azt mondta, hogy tartsunk marhát is, disznót is, mezőgazdasággal is, tehát a gép, tehát földeket is csináljuk, több lábon álljunk, mert ha az egyikkel valami történik, mi mindig ott van a másik, kettő-három, amit tudsz csinálni. Erre mondok nektek mindjárt. És nagyon igaza volt. Mondjuk marhánk nincsen, nagyon szeretnénk. Megint, vagyis apa nagyon szeretne. Tegnap néztem egy műsort. Na, arra szabadba vágok. Abba. Megszoktam. Kösz. Igen. És a tévében a Borbás Marci, én szeretem az ő műsorát nézni, mert olyan helyekre főznek, kertészkednek, mezőgazdasággal foglalkoznak. Mindig is tegnap elment Kecskemét mellé, egy ilyen kis faluba, ahol bemutatta a gazda, hogy milyen fajta gyümölcsökkel foglalkozik. És mondtam anyának, hogy látod, ez az ember se egyféle gyümölcsel foglalkozik, tehát ha egyféle gyümölcsön foglalkozna, és nincs rá piac, vagy bármilyen probléma adódna a gyümölcsfákkal, és csak abból él, akkor ilyen halna. Tehát, aki egyféle gyümölcsfával foglalkozik, az, én azt mondom, hogy egyenesen megírta a halálos ítéletét, legyen az bármilyen gyümölcsfa, mert mindjárt mondom, mert csak egy dolog, egyféle dologgal foglalkozni, szerintem az nagyon nagy bátorság a mai világban. Ezt ugye sokszor halljuk, hogy ilyen fajta betegség támadta meg ezt a fajta gyümölcsfát, olyan betegség támadta meg azt a fajta gyümölcsfát, és ez az ember elmondta. Van 50 ilyen barack, sárga barack, van 50 őszi barack, van 50 szilva, 50 cseresznye, 50 megy, így van, te is 26 alma. 26 alma van. És mindből lekvárt csinálnak. És ugye mutatták, hogy sütöttek palacsintát, és kóstolgatták a lekvárokat. És mondta, hogy jár hozzá a iskolából, ilyen órákat tanítanak ott nála gyerekeknek, hogy csinálja a fákat, meccés, meg a permetezés, meg ilyesmi, de úgy vettem ki a szavából, hogy nem nagyon permeteznek, ilyen biogazdaszerű valami. Nem tudom már most pontosan, mert nem az elején kapcsoltam be a tévét, amikor kezdődött a műsor, hanem ugye a közepe fele. És mondta a gyerekeknek, hogy ha már két-három több E dolog van írva az üvegre, akkor jobban jártok, ha még a kereteket is megmossátok utána, mert az E tartósítószer, E ilyen, E olyan, E amolyan, az nem biztos, hogy az egészségre jó. A másik, meg tovább mentek ugyanabba a faluba, tárházzal odébb. Ott ugyanígy gyerekeknek tanítgatták, hogy kell tésztát, kenyeret, meg ilyen dolgokat csinálni, sütni. És ott elmondta a nő, hogy a hivatalos házi kenyér 70 dekal ízből készült, a bolti kenyér 30 dekal ízből készül az 1 kiló kenyér. A többi anyag az segédanyag. Tehát akkor gondoljátok el, hogy mit teszünk. De most átmentünk meg ilyen politizáláshoz dologba. De nem! De ez most miért politizálás? Hát mert rengeteg vegyszertetett meg velünk, az nem politizálás. Ez nagyon érdekes, mert anya is sütött kenyeret, nem olyan túl régen, házi kenyeret. És ugyanolyan formájú volt a kenyér, mint a pékségben készült kenyér. Sokkal jobb íze volt, és mi volt benne? Só, víz, tészta.
Igen. Igaz? Igen. Meg egy pici élesztő, de az... De más nem volt, más ez a négyféle dolog. Hát ha lett volna kovászom, kovásztettem volna bele. Igen. És ugye én tudom, hogy mi van a kenyérben, mert dolgozik olyan ismerősöm, rokonom a pékségbe, aki elmondja, hogy mit raknak bele. Hát nem mondom, hogy én nem eszek olyan kenyeret, mert muszáj, mert kenyér nélkül én nem tudok meglenni. Még legszívesebben a pörköltet eszek, ahhoz is ennék kenyeret. De hát nem az igazi az a kenyér, az a régi kenyér az az igazi, ami régen sütöttek kemencébe. Persze az már múlté, de azért megmondom őszintén, megkóstolnák egyszer egy igazi kemences kenyeret, ki is fizetném, ha lenne valahol, akár mennyibe kerülne, mert egyébként szoktak itt tárolni a 20 km alá van egy piac, és ott szoktak állítólag, én még nem voltam ott, házi kenyeret sütnek, és ott árulják. 3 kilós kenyér. 3 kilós kenyér. Mennyibe kerül? Nem tudom, hát... 4500 forint? Nem, most én 3800 mondtam volna, de nem tudom. Nem tudom, nem akarok mindegy, lényegtelen. De ugye én is régi öregektől hallottam, hogy ilyen nagy kenyeret sütöttek régen 3-4-5 darabot, és amíg az el nem fogyott, addig nem volt sütve kenyér. Legalábbis itt nálunk ezt mondták. És... Hát igen, ez a kenyér már nem áll el annyi ideig, mert nem tudod vágni. Meg ha vágod, akkor annyi úgy morzsálódik, hogy... Úgyhogy ő... Hát igen, 30-40 dek a lisztet raknak a pékek a kenyérbe, többi segédanyag. Ezt akkor ne szeljél kenyeret. Hát igen. Na most milyen szépen látszik, hogy milyen lesz, milyen volt. Látszik. Látszik. Kicsit jobb lesz, mint volt azért. Igen. Úgy gondolom. Na. Én elköszönök, vagy elköszönünk. Jelentkezünk, ha jövünk vetni. Igen, a vetéssel még jelentkezünk, mert már nem sok időnk van már fölvenni. Otthonról bejelentkezünk, amikor állítsuk be a gépet, és bejelentkezünk akkor is, amikor vetünk. Igen. Igen. Thank you.